Magyar Nemzeti Balett érdemkereszttel kitüntetett harangozó díjas magántáncosa. A székesfehérvári születésű szólista kecses, bájos megjelenése mára összefort Mária hercegnő és Hófehérke szerepével, de sokoldalúságát modern koreográfiákban is megcsillogtatta. Az utóbbi időben anya szerepben is tündököl, de vajon ezért vagy ennek dacára eljut-e alfától operáig? Szoktál horgászni? Nem, egyáltalán nem, és nem is köt le, és nem is szeretném kipróbálni. Hiányzik-e, hogy nem lehet moziba menni? Ó, nagyon. Bár az ember otthon próbálja megoldani az HBO-val és hasonlókkal, de az nem ugyanaz, mint moziba elmenni. Kiskorodban először beszéltél, vagy énekeltél, vagy táncoltáltál? Hát azt gondolom, hogy gügyögtem, amit nevezünk beszédnek. Melyik családtagod inspirál a legjobban? Jó kérdés. 2 éve megszületett a kislányom, úgyhogy új Alice-t fogom mondani. Ettél már csigát? Nem, és nem is vagyok kísérletező ilyen téren, úgyhogy nem is szeretném kipróbálni a csigaevést. Lennél-e pilóta? Van-e tériszonyod? Nincsen tériszonyom, és tulajdonképpen szeretek repülni, úgyhogy akár még szívesen lennék pilóta is. Mi hiányzik a legjobban, amit a pandémia miatt most nem tehetsz meg? Hát tulajdonképpen sok minden, mert sok mindenről le kellett mondani, de azt gondolom, hogy így a család és a barátoknak az a fajta közelsége, amikor így tényleg meg is lehet ölelni és meg is lehet puszilni őket, hogy együtt legyünk. Kellett-e valaha komoly áldozatot hoznod egy barátod kedvéért? Azt gondolom, hogy komoly áldozatot nem kellett hoznom, viszont ott vagyunk egymásnak, és tudjuk, hogy egymásra tudunk számítani, hogyha bármi lenne. Antikot vagy stílbútorokat, esetleg a modern, letisztultabb tárgyakat kedveled jobban? Én a modern és letisztult tárgyakat preferálom, és részesítem előnyben, és az otthonom is így van berendezve. A jóga manapság trendi. Kipróbáltad már? Nem, ez eddig kimaradt az életemből. Pedig nagyon sokan csinálják, és azt mondják, hogy a balettet jól ki tudja egészíteni, de eddig kimaradt az életemből. Kikapcsolódni, milyen zenét hallgatsz? Azt hiszem, hogy inkább könnyű zenét, de a kocsiban például, hogyha utazunk, a kislányom határozottan a klasszikus zenére csendül fel, vagy csillan fel a szeme, úgyhogy tulajdonképpen nálunk ez is és az is megtalálható. Milyen hungarikumot ajánlanál ideérkező külföldi ismerőseidnek? Egy gulyáslevest, nem tudom, vagy egy jobb halászleve. Mi volt a legszórakoztatóbb külföldi élményed? Hát, amikor Kínába voltunk turnézni, és elmentünk egy nagy közös riksázásra. Tudsz-e olyan magyar szót, amelyet a világon mindenhol használnak? Opera? Ha létezne időutazás, melyik korba és hova utaznál a legszívesebben? Mondjuk az 1920-as években nagyon szeretnék ilyen hullámos hajat és ilyen császta ruhát. Milyen ízű a kedvenc tortád? Amúgy édesszájú vagyok, úgyhogy tulajdonképpen jöhet a diós, jöhet a csokis, jöhet a madártejtorta, jöhet a túrós, bármilyen jöhet. Mazsolás ne legyen, azt nem szeretem. Tartod-e a kapcsolatot a pattársakkal? Egyébként igen, mert hát ugye a munkánk olyan, hogy 10 éves korunktól kezdve járunk az iskolába, és további sok-sok kapcsolatot, tehát a munkahelyünkre is átjön sok-sok ilyen gyerekkori kapcsolat ezáltal, hogy ugye mi 10 éves korunktól kezdve csináljuk ugyanazt, úgyhogy van olyan, akivel igen, tartom a kapcsolatot, vagy tegyük fel a kollégám jelenleg is. Hány operaházban jártál eddig? Ebben azt hiszem egyébként nem vagyok olyan jó, 2. Egyetértesz-e azzal, hogy az Erkel Színházban ugyanakkor a gázsit fizetünk, mint az Operaházban? Igen, és köszönjük szépen. Mi az, ami a legjobban tetszik az Eiffelben? Hogy hatalmasak a terek. Tökéletesen el lehet tévedni. Azt, hogy világos, és hogy mindenkinek van jó kis helye. Milyen különleges ételt szeretnél kipróbálni? Na, ezt a csigánál el is mondtam, hogy nem vagyok egy nagy kísérletező típus, úgyhogy magmaradok a kis kedvenceimnél. Karácsony, akkor bohém élet vagy diótörő? Hazahúz a szívem, úgyhogy természetesen a diótörő. Köszönjük szépen. Köszönöm.